Tudom, hogy van jogom címmel nyílt kiállítás szeptember 18-án a Baglyaskő idősek otthonában. Nógrád és Heves megye bentlakásos szociális intézményeinek 56 ellátottja készített képzőművészeti vagy verses alkotást egy felhívásra. Vándor kiállítás keretében a Baglyaskő galériában tekinthető meg a sokatmondó válogatás. Ámulattal és csodálattal néztem az alkotásokat, a pályaműveket, az írásokat, a prózákat, a verseket, hogy hogyan jelenik meg az alapjogok, vagy az ellátotti jogok az önök képzeletében, a mindennapjaikban. Hogy hogyan kerül vászonra, a toll végére az ellátotti jogok és az alapjogokon belül az emberi méltósághoz való jog, a teljes körű ellátáshoz való jog, az önrendelkezéshez való jog, vagy ami sokszor visszaköt, köszönt a pályaművekből, a kapcsolattartáshoz való jog, vagy a szabad mozgáshoz való jog. Fantasztikus. Olyan értékek jelennek meg az alkotásokon keresztül, ami elmondhatjuk, hogy egyedülálló. A vándor kiállítással szeretnék felhívni a társadalom figyelmét az ellátottak jogainak fontosságára. Így fogalmazott a kiállítás megnyitása során Gajasné Dósa Katalin ellátott jogi képviselő. Szilasi András a galéria felelőseként fejezte ki örömét a tekintetben, hogy egy ilyen fontos témát körüljáró válogatásnak adhat helyet a kiállítótér. A most látható tárlat egyébként már a 60. a sorban. Ez alatt a 60 kiállítás alatt, tessenek figyelni, 80 fotós, 2400 képe került a paravánokra, 75 képzőrészeti alkotó, 600 alkotása került kiállításra. Festmények, grafikák, szobrok, kerámiák. Mert autóban színes és erősorán. Az alkotókat a díjak mellett műsorral köszöntötte az intézmény kollektívája. Aranyországú csillagok.